látásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! Jó reggelt kívánunk ismét a hallgatóknak, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a 90.9 Jazzin, méghozzá Mihálovics Andrással. És Gede Balázssal jó reggelt kívánok én is, 0-30-20-10-9-0-9 SMS, WhatsApp, Viber számunk is ez. Lehet írni a műsor készítőinek, szerkesztőinek, műsorvezetőinek és a háttérben dolgozó kollégáknak is erre az elérhetőségre. És érkeztek is. Útinformációk. Igen. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n. Két balesetet már beharangoztunk, sajnos történt a korai óra ellenére, kettő ilyen, a József körúton a Népszínház utcánál van az egyik, és a 9. kerület Mester utcában az Angyal utcánál a Ferenc körút előtt a másik, de azóta egy műszaki hibás járműről is kaptunk hírt, ez az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcánál a középső sávban nehezíti a haladást. Ricsi arról ír nekünk, hogy Erzsébet híd Budáról Pestre közepén egy BKV busz műszaki hibával Pesti híd főnél 4-es utolérős kocs. Hát van itt minden. Ez egy 20 perces információ, úgyhogy valószínű, hogy ott még érezteti a hatását a baleset a forgalomban. Zed pedig azt írta, hogy a 11. kerületből a Szent Mihályi út, zárójel Ázsia Centerbe, menetidő 28 perc, Alagút Lánchíd Hősök tere, mint kés a vajban. És az útinform pedig arról tájékoztat bennünket, hogy a 4-es főúton Monodi erdő és Pilis között a körforgalomban egy műszaki hibás kamion vesztegel, a 45-ös kilométernél félpályán halad a forgalom. Amúgy megélénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-as autóúti csomóponttól befelé. Sokan haladnak a 10-es főúton az Ürömi körforgalomtól a főváros irányába, a 11-es főúton a Tajtótfalu és Békásmegyer közötti szakaszon, a 31-es főúton Mende és Magó térségében és az 51-es főúton Dunaharasztitól Budapest felé. És érdekes, hogy az útinform sem említi a balatoni utat, pedig szerintem már sűrűbb a forgalom, mint amikor én arra jártam 6 óra felé. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. A minap hosszasan elidéztünk Ács kollégával a fővárosi WC körképen, miután ugye híre jött, hogy egy középiskolás diák csinált egy ilyen budi appot, amin lehet keresni olyan illemhelyeket, ahova be lehet jutni. Hát most egy másik ügy kapcsán fogunk erről a témáról beszélgetni, Csepregi Dorkával, a Város Mindenki közvéc kampányának koordinátorával. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk! Szia, jó reggelt! Na hát, ugye most azt nézzük meg, hogy a budapesti közvécékből mennyi működik, mennyi van egyáltalán, és hogy milyen állapotban vannak. Igen, az elmúlt hónapokban felkerestük az összes fővárosi közvécét, felmértük az állapotukat, és írásban rögzítettük a tapasztalatunkat. Korábban a közérdekű adatigénylések nyomán 128 budapesti közvécéről értesültünk, ebből 91 működő közvécét találtunk, tehát a főváros 91 működő közvécén osztozik. Ebből még érdekes, hogy 23 az, ami csupán ingyenesen használható, a legtöbb a fővárosi csatornázási művek fenntartásában 250 forint értékben vehető igénybe, és a 91 közvécéből 59, ami akadálymentes, tehát a mozgássérültek csak 59 WC-t tudnak igénybe venni, ez is még kérdéses, mert van olyan közvécé, ami félig akadálymentesített, tehát valóban még valószínűsítetően még ennél kevesebbet. Mi azt gondoljuk, hogy egyébként a Moody app készítőjének is elküldtük az adatainkat, tehát a mi adataink már az ebben is nyomon követhetők folyamatosan, hogyha arra vanok, akkor frissítjük is, úgyhogy ezek alapján próbáljuk segíteni a lakosságot, hogy a 91 működő közvécét azért meg tudják találni.
És ezek alapján a fővárosi önkormányzatnak, illetve a 23 kerületi önkormányzatnak készítettünk egy javaslatcsomagot, illetve elküldtük az összes eredményünket, felvettük velük a kapcsolatot, most elkezdtünk tárgyalni, de hát nagyon reménykedünk, hogy valami érdemi változás történik, mert a város mindenki évek óta számos fórumon szorgalmazza, hogy a fővárosi önkormányzat biztosítsa legalább 150 ingyenes, akadálymentes nyilvános illemhely üzemeltetését, ami lehetőleg éjjel-nappal, vagy legalább a nap egy hosszabb szakaszában nyitva található. Tehát 150 ingyenesre gondoltok, körülbelül mi a számítás, hogy egy ekkora városban hány közvécé kell most összesen, tehát ingyenes megfizetős egyáltalán, mert hogy nagyon rosszul állunk ezekkel a... Hát igen, számszerűsítően ahhoz képest, hogy mennyi a városnak a lakossága, hát egy ilyen 300 WC-re valószínűsítően minimum szükség lenne, tehát vagy 250-300-ra, hogy legalább mi például most megtaláltuk, vagy kézhez kaptuk az adatigénylések alapján a WC-k pontos helyszíneit, de még így is keresni kellett, pedig mi célszerűen a WC-k felkutatására irányultunk, és még így se találtuk meg az összeset, tehát azért ilyenkor látja az ember, hogy hol vannak a problémák, illetve hát az is fontos számunkra, hogy az embernek legyen gusztusa oda menni a WC-hez, tehát legyenek higiéniai felszerelések, legyen takarítva rendszeresen, mi azt mondjuk, hogy naponta takarítsák az illemhelyeket, akkor lehet megfelelően tisztán találni, és mi azt gondoljuk, hogy ez egy munkahelyteremtő eszköz is, tehát adott esetben mi ugye egy hajléktalan és lakhatási érdekvédelmi csoport vagyunk, a hajléktalan vagy lakásszegénységben élő embereket alkalmaznának, akkor ez egy jó munkahelyteremtő eszköz is lenne. Uh-huh. Jó hangzik, csak igen, András? Igen, a javaslatok is erre irányulnak, amiről most beszéltünk, mert említetted, hogy a kerületi önkormányzatoknak meg a fővárosinak is elküldtétek a javaslatokat, és akkor ezek vannak benne, hogy szaporítsák egy kicsit a illemhelyek számát, és oda lehetőleg olyan embereket vegyenek fel dolgozni, akik lakhatási szegénységgel küzdenek például. Hát a javaslatcsomagunk ennél szélesebb, nyilván ezt is tartalmazza, de ő arra is teszünk javaslatot, hogy milyen WC-ket üzemeltessenek. Azt gondoljuk, hogy jó lenne, hogyha lezárt masállapotú WC-ket felújítanának, de hogyha most arra tudhatom, hogy a fővárosi keret is most kevesebb, akkor a szaniter konténerek igénybevételét is javasoljunk, azokból is vannak jó állapotúak. Azt is mondjuk, hogy azt is megértjük, hogyha nem tudják az összes nyilvános illemhelyet ingyenesíteni, de hogy akkor legyen valami megoldási javaslat ahhoz, hogy a szegényebb emberek is igénybe tudják venni, tehát akár ilyen becsületkassa modell alapján, ami külföldön is működik. Tehát az akadálymentesítésre is vannak javaslataink, úgyhogy több javaslata is értünk, amit reméljük, hogy be fognak fogadni. Na igen, pont ezt kérdezném, hogy mi a meglátásotok, vagy miben bíztok, hogy mennyiben valósulhat meg ebből bármi is, most ugye az önkormányzatok azért nem állnak annyira jól anyagiakkal. Hát igen, fontos azt tudni, hogy a város mindenki 2017-ben az ombudsmanhoz fordult, az alapvető jogok biztosához, aki felhívta a figyelmét a belügyminisztériumnak, illetve az akkori fővárosi önkormányzatnak, az akkori főpolgármesternek, Tarlós Istvánnak a figyelmét, hogy a rendszer alapjogi visszásságokat tükröz az emberi méltósághoz és a testi-lelki egészséghez fűződő alapjogokra hivatkozva, és felkérte, hogy azonnal cselekedjenek a fővárosi önkormányzatot, hogy amielőtt a helyzet az
ami előtt még nincsen jogszabályi kerete, hogy ki a WC-k üzemeltetésének a felelőse, akkor önként vállalja feladataként a WC-k fenntartását, de azt a belügyminisztériumot pedig a jogszabály módosítás céljából hívta fel, hiszen most Magyarországon senkinek nem felelőssége a közvécék üzemeltetése és fenntartása. Okay, és hát miután 3,5 év alatt nem történt semmi, ezért és a hajléktalan és az embereket, de különösen persze az egész lakosságot megbírságolják, amiért az utcán kényszerülnek élni. Ezért azt gondoltuk, hogy most muszáj lépni, felhívtuk a figyelmet, különböző sajtóközleményeket küldtünk, és most azt gondoltuk, hogy a politikai nyilvánításnak, véleménynyilvánításnak egy szintjét kell lépnünk, és ezért a városban járdák aszfaltjára felvestettünk különböző feliratokat, közvécéket Budapestre, hova lett, hova lett, közvécék közügy, és azt nagyon visszásnak tartjuk, hogy az aktivistáinkat 5 percen belül elfogták, és most bűncselekménnyel vádolják őket 205 000 forint kártérítésért, amit azért nagyon visszásnak tartunk, hogy 2017 óta nem történt érdemi változás, ugyan most tárgyalunk, de hát nyilván az is tudható, hogy a fővárosi önkormányzatnak, az ellenzéki kerületeknek kevés a büdzséje, hogy most WC-ket tartsanak. Igen. Nyilván, és akkor így emiatt nekünk meg 205 000 forintot kell egyenként az aktivistáinknak fizetni azért, mert pár a politikai véleménye nyilvánításhoz fűződő jogukat gyakorolva pár feliratot felírtak. Mi azt gondoljuk, hogy van rá, ha akarják, akkor van rá keret. Azt is fontos tudni, hogy nemrégiben a részvételi... Dorka, nagyon fogy az időnk, úgyhogy csak röviden. Jó, hogy a részvételi költségvetési pályázaton beadtunk 250 millió forint értékben egy pályázatot, hogy legyenek közvécék Budapesten. Azt gondoljuk, hogy ha ezt akár elnyernénk, akkor lenne arra keret, hogy a városban legyenek közvécék. Szuper, nagyon jó, hogy így rajta vagytok ezen a problémán, úgyhogy mi szurkolunk, hogy sikerrel járjatok. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk. Köszönöm erről. Szépen. Szép napot, szia, szia. Sziasztok. Csepregi Dorkával, a Város Mindenkié közvécé kampányának koordinátorával váltottunk pár szót. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.